Kihirdették a Kaszás Attila díj idei jelöltjeit. A közönség dönti el, hogy ki kapja meg az elismerést, már lehet szavazni. Parkolás, több változás is életbe lép a hegyvidéken. Aranyfényben Fekete Géza szobrászművész kiállítása a Hegyvidék galériában. A budai híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Kihirdették a Kaszás Attila díj idei jelöltjeit. A társulatok döntése alapján Varga Klária, Debreceni Csokonai Nemzeti Színház, Farkas Ignác, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház és Nagy Csongor Zsolt, a Szatmár-Németi Északi Színház Harag György társulatának tagja jutott be az utolsó fordulóba. Hogy ebben az évben kiveheti át az elismerést, azt a közönség, vagyis önök döntik el. Még Jókai Színházas igazgató koromban találkoztam először ezzel a díjjal, és azt vettem észre, hogy a színtársulatunknak a tagjai nagyon-nagyon komolyan veszik ezt a díjat. A hazai teátrumok társulatai idén is komolyan vették a Kaszás Attila díjjal kapcsolatos jelölési folyamatot. Fekete Péter kulturális államtitkár ismertette, a szavazás első fordulójában 39 társulat tagjai választották ki jelöltjeiket, akik a második fordulóban önmaguk közül döntötték el, hogy ki legyen a három továbbjutó színész. Így az utolsó fordulóban Varga Klári, a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház, Farkas Ignác, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház és Nagy Csongor Zsolt, a Szatmár-Németi Északi Színház Harag György társulatának tagja jutott be. Ez a legtöbb, hogy azok, akik ugyanebben a cipőben járnak, ugyanezekkel küzdenek, ezekkel a dolgokkal, problémákkal, ugyanezekkel a kihívásokkal állnak szemben, hogy ők rám néztek és gondoltak rám. Nagyon-nagyon megtisztelő. Amikor így az évad végén, az egész évi évadi fáradtság erőt vesz az emberen, és egyszer csak kap egy telefonhívást, hogy Farkas Ignác művész úrral beszélek, egy ismeretlen számról természetesen. Mondom, igen. És akkor bemutatkozik a hölgy, és közli velem, hogy a Kaszás Attila díj első három helyezettjébe kerültem. Nem akartam inni a fülemnek. Ennél csodálatosabb érzést nagyon ritkán éri az ember. Függetlenül attól, hogy nyer az ember, vagy sem, azért ez egy felelősség, és ezt úgy méltó képpen kéne, vagy az ember szeretné tovább vinni és gyakorolni. És persze nagyon megtisztelő, mert egyfajta elismerés, hogyha az ember meggyőződésből éli, csinálja mesterségét, és ezt a kollégái úgy gondolják, hogy igen, te vagy az. Ez nagy dolog, és ez jól esik. A fiatalon elhunyt színészről elnevezett díjat Pokorni Zoltán, a Hegyvidék polgármestere és a Mozaik Művész Egyesület alapította 2008-ban. Az első időszakban Kaszás Attila szeretete, a halála miatti megrendülés működtette a díj körüli erőket, ez hozta össze a gálát, a színházakat, minket is ez vitt bele valamennyire ebbe a folyamatba, de ma már szerintem ez a belső kulturális erő, egy szakma belső kultúrájának az ereje mutatkozik meg. Ami jó dolog. Fekete Péter kulturális államtitkár szerint a Kaszás Attila díj rangja egyre magasabb. A szakmai teljesítményen túlmenően az van a kiírásban, hogy olyan ember kaphatja meg, aki életével, személyiségével, munkásságával közösséget épít, és példát mutat a többieknek. A jelöltekre a kaszásattiladíj.hu oldalon szavazhatnak egészen augusztus 24-e éjfélig. Hogy kiveheti át az elismerést, az országos színházi évadnyitón derül ki, amit szeptember 7-én a tatabányai Jászai Mari Színházban rendeznek meg. Módosulnak a parkolásra vonatkozó szabályok a hegyvidéken, a kerület egyes részein például meghosszabbodik a díj fizetési időszak, így a környéken lakók számára könnyebbé válhat a parkolás. A hegyvidéki lakók igényeit, valamint a kerületi és a fővárosi parkolási rendelet összehangolását is szolgálja az a módosítás, amelyet legutóbbi ülésén fogadott el a kerületi képviselőtestület. A döntés értelmében több területen megnövelték a díjköteles várakozási időt, és megváltozott az a kettős tarifarendszer, ami a különböző területeket jellemezte, ugyanis a Böszörményi úttól nyugatra eső részeken a BKV vonaljegy árának 3/4 volt az óránkénti díjtétel, míg a többi díjköteles zónában 100%-a. A kerületi várakozási övezetben eddig kétféle parkolási díj volt a fővárosi rendelet szerint, 265 forint per óra és 350. Ez a fővárosi rendelet módosítása várakozási övezetben egységesítette 350 forintra. Ez a rendelet módosítás tartalmaz egy olyan pontot, ami az üzemidőt
kitolja a várakozási övezet egy bizonyos részében. Ez a Böszörményi út, Királyhágó utca, Alkotás utca, Avar utca, Hegyalja út és Jagalja út által határolt terület. Ez reggel 8-tól este 8-ig, tehát 12 órás üzemidő lesz a parkolási ellenőrzési időszak. A hosszabb díjköteles parkolási idő bevezetését az is indokolta, hogy sok kerületi lakó nehezen talált parkolóhelyet, amikor munkaidő után hazaért. A 20 óráig kitolt díjköteles időszak a város más részein összegyűjtött tapasztalatok szerint segít ennek a problémának az orvoslásában. Az érintett területeken az esti órákra lecsökken a parkolóautók száma. A budapesti és a hegyvidéki parkolási rendelet összehangolására azért is szükség volt, mert egy fővárosi döntés értelmében néhány új parkolóhelyet is kapott a kerület. A Krisztina körút és a Várfog utca közötti utcaszakasz, a Vérmező utcának ez a szakasza, ez a 12. kerülethez tartozik, de a fővárosi rendelet eddig üzemeltetésben az első kerülethez szabta, és ők ellenőrizték, ezt jeleztük, és a fővárosi rendelet a mostani közgyűlésen ezt helyesen módosította, és ezen az útszakaszon lévő parkolókat a kerület ellenőrzi. Ez 9 parkolóhelyet jelent. Érdemben a Krisztina felől az egyirányú utca, hogy emelkedünk föl, a baloldali 9 parkoló a 12. kerület ellenőrzése alatt van. A kerületi parkolási rendelet módosításába egy a hegyvidék díszpolgárait kedvezően érintő változás is bekerült. Eszerint a jövőben a kerületben díszpolgári címmel kitüntetett lakók térítésmentesen parkolhatnak a díjkötelező zónákban is. Az új rendelet új lehetőségeket is hozott, ugyanis mostantól egyszerűsödik az itt lakók, illetve céget üzemeltetők parkolási engedélynek igénylése. Elektronikus ügyintézésen keresztül lehetett a lakossági engedélyeket megkérni. Ez kibővül, a többi engedély is hozzáférhető lesz elektronikus ügyintézés keretében, tehát a gazdálkodói, az egészségügyi, a gyermekszállítási elektronikus felületen kérhető lesz. A parkolási rendeletet módosító testületi ülésen elhangzott, a kerület vezetői azt tervezik, hogy a parkolási zónán kívül élő hegyvidéki polgárok számára is kialakítanak kedvezményes tarifájú parkolóhelyeket. Ezt előkészítve már folynak az egyeztetések a fővárossal. Segwayt, elektromos rollert és elektromos gördeszkát is tilos lesz használni az első kerület járdáin. A képviselőtestület azért döntött úgy, hogy az önkormányzati tulajdonú gyalogutakról kitiltja ezeket az elektromos eszközöket, mert az elmúlt időszakban egyre többen kezdtek használni ilyen járműveket, és ezzel együtt a balesetek száma is megemelkedett. Sokszor túl gyorsan mentek velük, így veszélyeztették a gyalogosokat. A rendvédelmi szervek járműveit és a mozgáskorlátozottak által használt eszközöket nem érinti a rendelkezés. Az elmúlt hónapokban egyébként több fővárosi kerületben is született már hasonló szabály. Ingyenessé válik a Kressz tanfolyam és a Kressz vizsga 20 évnél fiatalabbak számára júliustól, közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár. A visszatérítés összege 25 ezer forint lehet B-kategóriás járművezetői engedély megszerzése esetén. A díjat utólag térítik meg a fiataloknak. A kedvezményre a költségvetésben az idén és jövőre összesen 3,4 milliárd forintot különítettek el. Az intézkedéstől azt várják, hogy növekszik majd azok száma, akik jogosítvánnyal rendelkeznek. A www.kresszvizsga.újnemzedék.hu oldalon július 1-től minden információ elérhető lesz. Baleset történt a Budakeszi úton, péntek reggel árokba hajtott és egy villanyoszlopot is kidöntött egy autó a szanatóriumhoz közeli szakaszon. A balesetben egy ember sérült meg. Drágul a taxizás Budapesten, vasárnaptól a 450 forintos alapdíj 700 forintra emelkedik. A kilométerdíj 20 forinttal 300 forintra, a percenkénti várakozási díj pedig 5 forinttal 75 forintra nő. Az Országos Taxi Szövetség szerint a fuvarozók minden költsége emelkedett az elmúlt években, ezért elkerülhetetlen volt a tarifák emelése. Megkezdődik a Bakcsomóponti felüljáró felújítása. A munkálatok miatt július 2-től csak a városból kifelé vezető sávot használhatják az autósok. Az Erzsébet híd felé tartókat a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalra terelik. A korlátozás augusztus végéig tart majd. További információkat a BKK oldalán találnak.
Megnyílt Fekete Géza szobrászművész Aranyfényben című kiállítása a Hegyvidék Galériában. A művész a hazai sportszobrászat egyik legjelesebb képviselője. A kiállítást július 20-áig láthatják majd az érdeklődők. Egy örök emléket állítani ezeknek az embereknek, akik köztünk voltak és értünk éltek. Ez volt a célja Fekete Géza szobrászművésznek, amikor az Aranycsapat tagjairól sorozatot készített. Ahogy ő fogalmaz, ők voltak az akkori idők gladiátorai. Ez egy véletlen folytán alakult, egy kollégám megszólított, mert látta nálam, hogy ki van rakva az Aranycsapat a műterem falán egy régi újságból. És nekünk ez a gyerekkorunknak ez volt a csoda. Ezekben az években, azokban az években ez nekünk egy csoda volt, hogy Magyarország kilép. Így lép ki. Kodály, Bartók, Puskás és az Aranycsapat. A művész a hazai sportszobrászat egyik legfontosabb képviselőjeként rengeteg olimpiai és világbajnok sportolóval került kapcsolatba. A sportolók ihlette műveiből most a Hegyvidék Galériában rendeztek kiállítást. A tárlaton nem csak kis plasztikákat, de érmeket is láthatnak az érdeklődők. A hamarosan 80. születésnapját ünneplő alkotó művészet és sport iránti szeretete már gyermekkorában megmutatkozott. A képzőművészetben egy olyan témát választott, amely sok tekintetben ellentmondásos, mondta Feledi Balázs művészeti író. Igazán jó sportszobrász, ugyan most szobrászok is vannak itt köztünk, és sok olyan, aki érintkezik a képzőművészettel, nagyon kevés. Fekete Géza azon kevesek közé tartozik, aki pozitív értelemben a sport ábrázolásában valóban a sportot, és soha nem a politikát tartja fontosnak, hanem a sport karakterét, azokat a lényegi elemeket, amelyek akár egy sportoló portréjánál, akár egy sport jelenetnek a megörökítésénél kiemel, és ez nagyon-nagyon lényeges az ő egész életművében. Fekete Géza több szállal is kötődik a Hegyvidékhez. A művész Pap Lászlót ábrázoló szobra például a Gesztenyéskertben áll. Család hosszasan keresgélt műtermet szülei, és ez a keresgélés ez végül ide vezette őket a kerületbe, és a mostani Hajnóci, akkor Bors utcában talált édesapja műtermet, és egy ideig ott volt a műterme, amíg az épületet egy bombatalálat nem érte, és el nem pusztult sok-sok szobrával, édesapja sok-sok szobrával együtt a helyiség. Aztán később a művész ide a Németvölgyi útra, a Mackós iskolába járt, és elmondása szerint a mai napig az egykori 8. B osztály évente kétszer tart osztály találkozott a MAG 7-esben, tehát a kapcsolat élő a kerületünkkel. Az Aranyfényben című kiállítást július 20-áig láthatják az érdeklődők a Hegyvidék Galériában, a tárlathoz kapcsolódva pedig filmvetítést is rendeznek. Adásunkat honlapunkon a www.hegyvidéktv.hu-n is megnézhetik. Munkatársaim nevében is kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra!